Ahogy mindenkinek, hát le vagyok, és épp most megy el egy kocsi a lakásunk előtt, valamint az ablakom, ennyi nyitva. Nem minden nap kezdjük úgy a Minecraft sorozatunkat, a Minecraft Biosphere sorozatunkat, hogy a pauz menüből. Ugyanis az történt, hogy itt járkáltam egy békésen, itt ezeken a fákon, amiket itt láthattok. Tettem, ott látszik is, tettem oda fel fákjákat, és egyszer csak lenézek, és alattam van nem egy, hanem kettő darab creeper. Szóval ez a videó mindenképp érdekesen fog kezdődni. Ne, please creeper. Első lépés, please creeper, menj el a picsába. Jó, oké. Okay. Második lépés, kicserjük a kardunkat. És most kinyírunk. Félek egy kicsit, de nem baj, kinyírjuk. Kinyírjuk, mint állat. Benne van ez erő, hiszek magamban. Ne robbanj fel! Ne robbanj fel! Oké. Okay. Egy creeper meghalt. Nagyon jó, egy creeper meghalt. Már csak egy creeper maradt még, akit meg kell ölni. Igazából fel is robbanhatsz, ez engem nem érdekel. Nézd meg, hogy érdekel engem. Hogyha ott robbansz fel, nézd meg, hogy érdekel. Nagyszerű. Jó, krízis elkerülve, hölgyeim és uraim, krízis elkerülve, nem halt meg senki. Van elég kövünk, hogy befejezzük itt a padlót. Legalábbis úgy számoltam ki, hogy van elég kövünk. De a mai epizódban nem a mi kis házunkat, a mi kis lakásunkat fogjuk fejleszteni és szépíteni, és gyönyörűvé varázsolni, hanem a mai epizódban bizony-bizony elmegyünk és felderítünk új területeket a világban. Pont már jön fel a nap, ami tökéletes lesz. Ugyanis meg szeretném nézni, hogy mi van ezen a gömbön túl, és hát esetleg még egy gömbbel arrább. A csirkét valószínűleg Janinak fogjuk elnevezni, Jani a csirke, mert nagyon tetszett az az ötlet, amelyiket mondtátok, hogy legyen a csirke Jani. Mert ez egy olyan tök csirke név, hogy Jani a csirke. Amúgy ezt szerintem tök szép, nézzétek meg. Így. Ezt fel fogom posztolni a Facebook oldalunkra. Fel fogom posztolni a Facebook oldalunkra, youtube.com. Szóval fel fogom posztolni a Facebook oldalunkra. Pog! Meg berendtölt a csank. Facebook.com/RiderGamingHun. Nem, már jártuk, akkor nem megyünk. Facebook.com/RiderGamingHun. Oda fel lesz majd téve ez a szép kis kép. És megnézhetitek majd ott. Persze, mert ezt a képet ott már látjátok, addigra már az epizód is... Várjunk csak? Nem. Tehát, hogyha most mentek oda, miközben nézitek ezt a videót, most jöttök rá, hogy van ez az oldal, akkor, mikor ezt a képet látjátok, akkor már rég láttátok élőben is a videón belül, szóval értitek. Értitek a helyzetet. Jó. Akkor itt viszont merre? Ott tajga van, itt tajga van. Ahova nézek, tajga van. Igen, és innen bányáztunk először egy csomó vasat. Ha jól emlékszem. Még régebben innen bányáztunk vasat. Talán. Kérdőjel. Esetleg. Úgy gondolom, hogy megvan rá az esély. Egy kicsit. Apa, az még több tajga. Még több tajga. De nem baj, mert kiásunk oda. És megnézzük, hogy mi van arra fel. Tényleg kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy miből áll ez a gömb. Igazából. Ez a gömb. Ezek a gömbök. Pontosabban. És igazából más dolgunk nagyon nincs. Még lávát kell majd szerezzünk előbb-utóbb minél hamarabb. Gutrider. Szavakmestere. Ugyanis azért érdekes lenne elmenni a túlvilágban és túlvilágba és tehát ugyebár a Netherbe. Kíváncsi lennék, kíváncsi vagyok arra nagyon tényleg, hogy az hogy néz ki, hogy az is ugyanilyen, vagy az nem, az csak egy sima Nether. Arra is nagyon kíváncsi vagyok. Istenem, hol van már ennek a vége? Jó, csak mondanom kellett, és megadatott nekünk. Itt nem fog tudni visszatállni, csak hogyha ide teszek egy ilyet így. És akkor talán visszatalálok majd. Hát arra nem megyünk, az ott úgy le van effektíve zárva előttünk. Szóval menjünk itt erre tovább így.
És ígyunk kapucsinót, mert mint tudjuk, a kapucsinó az nagyon fontos ahhoz, hogy minőségi YouTube videókat tudjon csinálni az ember. Ez még több tajga. Erre mentem, vagy a másik irányba mentem? A másik irányba mentem, a tajgához mentem. Ez még több tajga? Azért még több tajga? Rekt! Istenem. Ha nem esne az eső, akkor nem spawnolt volna be a creeper. Mindent az esőre fogok. Felkiáltó élet. 4. Jó, akkor erre kell tovább menni. Istenem. Istenem. Jó. Ebből mestervágás lesz. Bazd meg! Creeper. Az istenit. Másik creeper. Arrgh. Oké, hát itt vannak a cuccaim. Egy része. Vagy talán mind. Ki tudja. Ki tudja. Ez mehet el a picsába. Itt a kajám is. Jó, akkor az király. Hol a kardom? Oké. Oké, minden megbocsátva, creeper. Megvan még a kardom. Csákány. Ásó. Jó, igazából megvan elég sok mindenem. Ott van még egy csomó cuccom, amit meg kell szerezzünk. Grat Rider, igen, azzal kell leásni, ügyes vagy. 11/10 legjobb Minecraft játékos valaha. Jól van. Visszaszereztünk minden cuccot, amink volt, amink lehetséges, hogy lesz, vagy ilyesmi. És akkor öljük meg ezt a tehenet. Köszönöm. Kaptam, nem kaptam tőle bört. Az gáz. Pont a bőrért akartam megölni, nem csak úgy sportból, hanem a bőrért szerettem volna megölni. Mert vasunk az nincs. Mondjuk lehet, hogy lenne vasunk, hogyha elkezdenék vas után bányászni. De mivel nem kezdtünk el vas után bányászni, ezért ez nagyon fura. Ó, oké. Szóval mivel nem kezdtünk el vas után bányászni, ezért még az egyetlen pajzs módszer, páncél módszer, bocsánat, amivel meg tudjuk magunkat rendesen védeni, az a bőrpáncél lenne, ami nem a legjobb, de talán nem fog instant megölni minket egy creeper. Talán viszont, ha már itt vagyunk, akkor hé, akkor miért ne? Valahonnan hiányzik még nekem egy csákány. Nem? Ó, az istenit. Valahonnan hiányzik még nekem egy csákány. Creeper nagyon jól elrendeztél, gratulálok. Hero vagy. Legjobb valaha. Komolyan. Oké. Azért lehet, hogy az epizód, bocsánat, a videók ilyen kis obárányok. Oké. Egy gyapjú. Két gyapjú. Jó, oké. Tehénhaj meg. Köszönöm. Tehénhaj meg. Köszönöm, jó. Oké. Kell még egy darab gyapjú. Egy. Csak egy. Egy gyapjú mint felett. Egy gyapjú kegyetlen. Tudom, hogy nem így van azért, de értitek. Csak egy gyapjút szeretnék. Hát az összes vágyam, az egész vágyam az, hogy csak egy gyapjúm legyen. Csak egy gyapjút, please. Istenem, mi van itt?
Milyen királyok ezek a helyek. Már nem is érdekel az, hogy nincsen több csákány, és nem tudok szenet bányászni. Már nekem csak a gyapjú kell. Én a gyapjúért élek, én vagyok a gyapjú én. Értitek? Egyek vagyunk a gyapjúval. Nem baj, elmegyek, visszajövök, és akkor hát, hogyha lesz gyapjúg. Mert az is kéne, ugye ágyunk sincs még, és azért az ágy is kell, hogy tudjunk újra spawnolni ott, illetve hogy át tudjuk aludni az éjszakát. Mert miért akarnánk egész éjjel fenn lenni, és igazából effektíve nem csinálni semmit, mert azért kimozdulni, nem mozdulok ki hárdon, nem akarok meghalni, hogy aztán elveszítsem a csákányaimat. Ráadásul vas csákány volt. Szóval értitek, hogy jó lenne azért egy ágy. Nagyon jó lenne azért egy ágy. Ott van még egy tehén. Hé, csirke! Get wrecked. Ugyan már csirke, kérlek, túl messze vagy ahhoz, hogy hazavigyelek. Hát te is tudtad, hogy ennek ez lesz a vége. Meg szerintem te is. Oké. Gomba az van. Begomba? A gombát is most már elkezdhetnék termelni igazából. Igazság szerint. Ó, igen. Nem, bocsánat, ez nem gomba volt, az pipacs, rózsa, nem tudom, hogy hívják itt még. Azt hiszem, itt még rózsának hívják, de amúgy már az 1.8-ban már csak pipacs, hogy van rendes rózsa. Tehén, please. Azért, mert szépen tudsz pörögni körbe-körbe, és nagyszerűek a törzsi benszülött táncos képességeid, azért még én nem fog neked megkegyelmezni. Ezt így vésd az eszedbe. Mondjuk már hiába. Mert már meghaltál. Az ott egy óceán. Aminek igazából sok hasznát nem vennénk. Most bel tudunk ugrani, és akkor ott tudunk lenni, mint egy retard. Hogy belugranak, mondjuk itt tudnak magunkat emelni. Aztán nem lenne gond. De lehetne jönni halászni, igaz? Még meglátjuk, most szeretnék hazajutni igazából esteledik. És haza szeretnék jutni, hát hogyha van nálam elég pókfonál, vagy hogyha nincs, akkor esetleg megyünk pókra vadászni. Hát hogyha van elég pókfonál ahhoz, hogy tudjak magamnak csinálni egy ágyat, valamint hogyha nincs, akkor ugye megyünk vadászni. Lehet. Csak hol van a haza, az a kérdés. Azt hiszem, hogy ott arra. Azt hiszem, hogy ott az a gömb. Remélem. Nagyon remélem. Oké. De erre jártunk már, kérdője. Ja, ott ki van világítva, akkor erre van a haza. Jó, oké. Oké, itt haza. Ezek H betű. Az a kettő, ez már nem H betű. Ez egy C betű. Ez egy C. C. I. I. Ez még, ez nem román. Ez nem római szám. Pedig olyan király lett volna, hogyha véletlenül kiraktunk volna egy római számot. Legalábbis tudtam, már C nincs benne, de nem tudok mindent, szóval. Nincs csak egy fonalunk, van semmi baj, akkor ezt eltehetjük. Viszont van egy csomó bőrünk, és ebből a bőrből csináltunk magunknak bőrmelvértet. Pontosan így. Bőrzubbony, bocsánat. Én kérek elnézést. És ezeket nem lehet festeni, igaz? Ezeket még nem lehet festeni, nem baj. Egy kis védelem, tehát az is valami. Kicsit nyomtam egy kis fényerőt a laptopomon, de ebből nem láthatok semmit, szóval. Ha? Tihi! Nincs elég szenünk. Az gáz. Nem, nem így akartam egyet ide, így, és akkor ezt pont egy dolog égetni majd, ami úgy amúgy király lesz, de attól még nincs elég szenünk. Ti pedig itt. Csak így. Csak így leszel, nem ezt akartam. Ezt akartam. Így. Tehát akkor pókvarászatról volt szó, igaz? Mint hogyha arra lett volna szó. Először lássuk, hogy Janitól tojta valami értelmeset.
tudom, hogy miért nem tojsz soha olyan, olyan tojást, amiben van kis csirke, Jani. Rájöttem. Azért, mert téged Janinak hívnak. És a Jani az egy férfi név általában. És pont ezért nem tudsz, fizikailag képtelen vagy arra, hogy olyan tojásokat tolj, amiben vannak kis csirkék. Igazából fizikailag képtelen vagy arra, hogy bármilyen tojást is tolj, de ezt neked nem kell tudnod, Jani. Mert nem érdemled meg, hogy tudd. Azért nem kell tudnod. Kedves Jani. Jó, akkor vadászatra indulunk. Majdnem. Majdnem. Egyszer elfogunk. Ne aggódjatok, ne aggódjatok, egyszer elindulunk. És az jó lesz. Mert levadásztuk az összes pókot. Az összeset. Vérekezem. Nem találhatsz el vérekezem. Bőrzubbony van rajtam. Nem sebezhetsz meg. Sebezhetetlen vagyok. Kis izéke. Hogy hívnak, kis zombi. Kininzsázom. Kis zombi. Bazd meg. Nagy zombi. Kis zombi és nagy zombi. Mindenfajta zombi. Delp! Oké, meghaltál? Fuck you. Masszív kattingatás. Kattingató szimulátor 2000. Oké, én csak egy pókot akarok megölni. Nem akarok tőletek semmit igazából, csak a pókoktól akarok valamit. Felőlem ti élhetitek az életeteket nyugodtan. Mondom, hogy nem akarok tőletek semmit. Úgy spawnolj be magad mellé még egyet, igen, az úgy korrekt. Még hozzád se értem, de azért spawnolj be magad mellé még egyet, jó? Kérlek szépen. Kérlek. Te neked ásód van, az ásóval meg tudsz jönni totál. Igaz? Neked viszont meg kardod van hátul, az még durvább. Non-stop jöttök? Ti non-stop jöttök? Ti ilyen menők vagytok? Persze a kardodat nem dobtad le. Oké. Soha véget nem érő zombi áradat. Oké. Rámutam. Rámutam. Hogy nem bírjátok feladni a dolgot komolyan? Hogy nem bírjátok feladni a dolgot? Na, zombik, na, mizu. 1, 2, 3, 4... 4 zombi legalább. Társai már feladták, úgy menj, add fel te is. 4 zombi, ja. Nem, bocsánat, 5. 5 zombi. Ez furán érzem magam. Nem érzem magam veszélyben, de úgy valahogy mégis, vagy nem tudom. Jani? Jani, húzd le a fejed! Fullák ezek a zombik. Azon kívül persze, hogy halottak. Hey! Tudom miért csinálok ilyen furán, mert nem jönnek ide hozzá, mivel hogy nem tudnak ide jutni. Legalábbis azt hiszik, hogy nem tudnak ide jutni. Tudom, azért csinálnak így. Ha dobsz valami páncélt, akkor nagyon fogok közülni.
Nem dobtál semmit, ennek így nem örülök annyira. Oké. Zombikrízis elkerülve soha nem volt, de semmi baj. Remélem tetszett a mai Minecraft Biosphere videónk, mert már lassan eljutottunk oda, ahova el kellett jussunk. Azért érdekes volt. Olyan szempontból, hogy nem mondanám azt, hogy majdnem meghaltunk, de... Vagyis nem, bocsánat, mondanám azt, hogy majdnem meghaltunk, mivel hogy majdnem meghaltunk. Azt akartam mondani, mármint amit mondani akartam, az az volt, hogy... Hogy igen, az a creeperes jelenet, az durva volt. Azért az mindenképp. Jó, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, valamint egy kérdésem, mégpedig az, hogy mit csináljunk legközelebb? Tudjátok mit? Írjátok le ti. Írjátok le a kommentekbe, hogy szerintetek mit csináljunk legközelebb. Ryder voltam. Ő Jani. Hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!